Mintegy 20%-kal emelkedett a nyugdíjmegtakarítások mértéke itthon, derül ki az egyik piacvezető pénzintézet felméréséből. A magasabb keresetűek biztosítási termékeket kötnek, de a paletta széles, más formában is lehet a nyugdíjas évekre gyűjteni. A magasabb keresetűek a biztosítási termékeket keresik, de jelenleg minden ötödik befektető lakás felújítása tesz félre. Emelkedett azok száma is, akik gépjármű vásárlásra költik a megtakarításaikat. Sokan gyermekeikre és a nyugdíjas éveikre is gondolnak. 20%-kal emelkedett tavaly a nyugdíjbiztosítási vagy önkéntes nyugdíjpénztári termékeket választók köre. Ez a szám évről évre növekszik, mert az emberek többsége már aktív munkavállalóként is alacsonyak tartja az átlag nyugdíjat. Tehát ha teheti, félretesz. Azokra a megtakarításokra, amelyek kifejezetten nyugdíjcélt szolgálnak, 20% adókedvezményt lehet igénybe venni, amit a befizetett személyi jövedelemadóból írnak jóvá a munkavállaló számláján. Mindemellett ezek a megtakarítások kamatadómentesek is. A nyugdíj előtakarékossági számla, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás a legnépszerűbb öngondoskodási forma itthon. Vendégeink a stúdióban az egyik piacvezető pénzintézet pénzügyi iránytű csoportjának két tagja, Fülöp Gyula közgazdász és a területi vezető, Dankó Dávid fiókvezető. Jó estét kívánok, köszöntöm. Örvendetes ez a 20%-os növekedés, hiszen egyre többet, egyre régebben halljuk az öngondoskodás jelentőségét. Mit jelent ez egyáltalán, a pénzügyi tudatosság fogalma, mit jelent és miért fontos ma? A kutatások amellett, hogy ugye nőtt a nyugdíjra félretevők száma, ugye arra is rámutat, hogy a teljes lakosságra vetítve ugye az 50% az, aki igazán bármilyen célra félrerak, és nyugdíjra viszont csak ezen létszámnak a 30%-a, tehát körülbelül a teljes lakosság 15%-a, aki erre úgymond félretesz, viszont ez egy örvendetes dolog. Azonban, hogyha a pénzügyi tudatosságot már a kisgyermekkortól kezdve elkezdenénk oktatni, akár az általános iskolában, akár a középiskolában, akkor a későbbiekben könnyebben tudnának választani az adott pénzügyi termékek között, tehát nagyobb számmal nőne az, aki belemerne vágni egy ilyen konstrukcióba. Hogyan lehetne ezt fejleszteni, hogyan lehet segíteni a lakosságot abban, hogy ebben előre gondolkodjanak, és akár a gyerekeiket erre neveljék? Akár középiskolában, általános iskolában már ugye olyan tanrendet kialakítani, amelynek úgymond része mondjuk egy ilyen pénzügyi vagy gazdasági ismeretek óra, melynek keretén belül akár játékosan bemutatni a pénzügyeket, akár pedig a mindennapi életből olyan példákat hozni, amivel a későbbiekben találkozhatnak, ugyanis a 18 év alattiak ritkán találkoznak valóban pénzügyi döntésekkel, ezt követően viszont ugye az első döntés például, hogy hova helyezzük el akár úgymond a folyószámlánkat, tehát ez melyik banknál legyen, vagy hogy hogyan takarékoskodjak, az ösztöndíjamat hogyan használjam fel, vagy esetleg úgymond a diákhitelemet, és ezeknek a döntéseknek már akár hosszú távon is következménye lehet. Egy pénzintézet mit tehet annak érdekében, hogy ebbe, vagy ehhez hozzájáruljon, akár a saját ügyfelein keresztül, hogyan tudja a saját ügyfeleit nagyobb pénzügyi tudatosságra szoktatni? Ugye a reklámokon keresztül is tudja ugye úgy promontálni ezeket a pénzügyi termékeket, vagy mint ugye visszacsatolva akár már a középiskolában is olyan versenyeket úgymond kiírni és készíteni, amelyekkel a későbbiekben már egy olyan szemléletet tudnak elsajátítani a fiatalok és a diákok, amivel már könnyebben tudják ezeket a termékeket, szolgáltatásokat kiválasztani. Viszont ami az új tendencia, az az, hogy ugye a tanács már nagyban tudnak segíteni ezeknek a termékeknek a kiválasztásába, de mivel elég széles a paletta, ezért elég körültekintően kell eljárni ezzel kapcsolatban, hogy milyen időtávra választjuk meg, mekkora összeget, mekkora kockázattal, ugye milyen alapkezelőkkel, stb. Idősebbek nyilván fogékonyabbak arra, hogy a nyugdíj előtakarékosságra gondoljanak. Fiatalabb korban nem ez az elsődleges szempont, mégis azt mondják, hogy érdemes akár pici összeggel is elkezdeni ezt a folyamatot. Igen, mert minél hosszabb időtáv áll rendelkezésünkre a nyugdíjas évünkig, annál kevesebb összegből tudunk összegyűjteni egy akkora összeget, amivel már nyugdíjas éveinket tudjuk biztosítani,
Nyilván az állami nyugdíj mellett ez kiegészítésként, ugye a lecsökkenő állami nyugdíjat tudjuk majd ezzel kompenzálni. Ugye minél fiatalabban már ez benne van a köztudatban, hogy érdemes a pénzünknek, a megkeresett pénzünknek egy bizonyos százalékát nyugdíjra félretenni, akkor sokkal könnyebb dolgunk lesz majd nyugdíjba vonuláskor. Nem kell utána akár majd még plusz munkákat vállalni, nem kell dolgozni, hanem élvezhetjük a nyugdíjas éveket. Milyen módozatokat lehet választani? Azt gondolom nem csak biztosításban lehet gondolkozni, hanem egyéb előtakarékossági formák is vannak. Melyik kinek célszerű? Magyarországon most jelenleg három nyugdíjelőtakarékossági forma vehető igénybe. Mind a háromra egyébként jár a 20%-os adójóváírás. Ezek a nyugdíjelőtakarékossági számla, vagy NYESZ, az önkéntes nyugdíjpénztár, illetve a nyugdíjbiztosítás. Mindegyik más-más miatt jó. Ugye összességében 100 és 150 ezer forint közötti adójóváírásokat kaphatunk meg a befizetéseinkre. Teljes mértékben 280 ezer forintot vehetünk igénybe, hogyha összeválogatjuk ezeket a lehetőségeket, viszont ehhez azért egy 1,4 millió forintos befizetésre lenne szükség, ami azt gondolom, hogy elég nagy összeg. Az átlagos magyar megtakarítók havonta 10 és 20 ezer forint között tesznek félre nyugdíj célukra, viszont visszatérve az iménti kérdésre, hogyha ezt már korán elkezdik akár 20 éves korukban, akkor egy nagyon nagy összeget tudnak akár ebből a havi 10-15-20 ezer forintból felhalmozni. Kinek melyik formában érdemes gondolkoznia? Ez is változó, mert annak, akinek mondjuk még csak 10 ezer forintja sincs nyugdíjra, akkor neki nagyon jó lehetőség lehet az önkéntes nyugdíjpénztár, mivel ugye ott alacsonyabb befizetéseket is eszközölhet az ügyfél, tehát akár már 3-4 ezer forinttal is tud havonta takarékoskodni. Továbbá nem szükséges neki ezt minden hónapban kötelezően befizetnie, mivel úgymond önkéntes, tehát a nevében is benne van. A nyugdíj előtakarékossági számla annak lehet szimpatikus, aki jobban szeret a pénzzel gazdálkodni, kereskedni, tehát ő szereti maga tudni, hogy milyen befektetési alapokban van, milyen részvényeket, kötvényeket szeretne, úgymond a pénzéből. Igen, tehát ezért is akár egy picit veszélyesebb is, mert ugye nem feltétlenül értünk mindannyian hozzá, viszont ez is egy nagyon jó lehetőség. Itt van egy alaptagdíj, amit azért havonta kötelezően fizetnünk kell. A nyugdíjbiztosítás pedig annak lehet jó, aki szeretne minden oldalról biztosítva lenni. Tehát nem csak a 20%-os adójóváírást megkapni, hanem akár egy biztosítási védelmet igénybe venni, és hosszú távon gondolkodik van ő is. Van átjárás az egyes formulák között, illetve lehet egyikből a másikba átmenni, vagy párhuzamosan lehet működtetni? Én azt gondolom, hogy a párhuzamos működtetés lehet a célszerű, mivel azért ezeket a szerződéseket, ha meg akarjuk idő előtt szüntetni, annak vannak hátrányai és következményei. Inkább a párhuzamos üzemeltetés lesz a megfelelő lehetőség. Hogyha ezeket a szerződéseket megszüntetjük idő előtt, akkor be kell olyan dolgokat vállalnunk, mint mondjuk az adójóváírásnak a visszafizetése, akár egy büntető kamattal, vagy a teljes befizetésünknek a megadóztatása. De ezeket az adójóváírásokat nem kapjuk meg, hanem csak jóváírják a számlán, és ez így akkor van. Realizálódik, hogyha lejár a számla, illetve amikor, ha hamarabb hozzá akarunk jutni, akkor pedig nem jutunk hozzá, mert... Így van, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert hogyha hozzányúlunk hamarabb a pénzünkhöz, akkor ugye ezt elveszítjük. De meg se kapjuk, ugye korábbi években volt arra lehetőség, hogy ezt megkaptuk egy évbe egyszer, és el is költhettük. Hát nyilván ez most már nem működik. Nyugdíjas kort elértük, akkor fogjuk ezt megkapni. Egy összegben kapjuk ezt meg, vagy életjáradékban, vagy hogyan működik ez? Ez egy összegben is természetesen megkapható, ez a különböző pénzügyi termékek konstrukciójától függ, de például a legnagyobb sláger most a piacon a nyugdíjbiztosítás, ezt ugye a 65. születésnapunk után kapjuk majd meg egy összegben, mely ugye szabadon felhasználható, és ez tökéletes lesz arra, hogy egy nyugdíj kiegészítés legyen, vagy akár egészben is helyettesíteni tudja majd az állami nyugdíjat, de természetesen ez attól függ, hogy ugye a megtakarítás mikor kezdődött, hány évünk volt úgymond hátra a nyugdíjig. Az Önök pénzintézeténél mi a tapasztalat, mi a legnépszerűbb, és mekkora ez a növekedés, ez a bizonyos 20% ez Önöknél is érvényes?
Így van, ez abszolút érvényes és egy érezhető tendencia, főleg azóta, mióta ugye 2017. januárjától behozták úgymond az etikus életbiztosítási koncepciót, melynek a lényege az volt, hogy ezeknek a bizonyos típusú szerződéseknek a költségét csökkentették, ezáltal úgymond nagyobb hozamot tudunk realizálni hosszú távon, és az a néhány százalék is, akár 10-20 év távlatában nagyon sokat jelenthet. Tehát mi is érezzük ezt a tendenciát abszolút. Hogyan, mit tudnak tenni ennek a szélesítése érdekében? Minél szélesebb körben úgymond ezt úgymond promotálni, valamint az ügyfeleknél folyamatosan felhívni arra a figyelmet, hogy szükség lesz kiegészítésre, ugyanis ugye az Európa szerte és Magyarországon is tendencia, hogy úgymond egy előregedő társadalom vagyunk, és szükség lesz kiegészítésre emiatt. Tehát nagyon sok esetben akár ezzel kezdünk egy ilyen beszélgetés, hogy rendelkezik-e már hasonló pénzügyi terméke, vagy van-e már esetleg egy olyan koncepciója, amit kialakított magában, hogy hogyan fogja úgymond a nyugdíjas éveket eltölteni. Mennyire képesek az emberek ma hosszú távon, tehát mondjuk 20-30 évre előre gondolkodni? Ehhez nyilván szükség van egy óriási bizalomra, mégpedig a pénzügyi stabilitás iránt, ami egyáltalán társadalmi szinten, gazdasági szinten megvan. Ez egy összetett kérdés, viszont hogyha a nyugdíjról beszélünk, akkor ugye ezt a, hál' Istennek a legtöbb ember meg fogja érni, és szükség van arra, hogy meglegyen a bizalom a pénzintézetek felé, éppen ezért a mi szervezetünk is a legnagyobb pénzintézetekkel, biztosító társaságokkal dolgozik együtt, azért, hogy az ügyfeleknek biztonságban legyen akár 20-30 év távlatában is úgymond a pénze, és viszont ami megfigyelhető, hogy nem ez szokott lenni az elsődleges szempont a választásnál, tehát nem feltétlenül a biztonság, hanem az, hogy milyen hozamot tudok elérni, milyen rugalmassági elemek vannak ezekben a megtakarítási termékekben. Köszönöm, hogy tájékoztattak bennünket, nagyon sok hasznos információval lettünk gazdagabbak. Köszönjük szépen. Köszönjük.